used to keep it cool, used to be a fool, all about the bounce in my step. Watch it on the news, what you gonna do? I could hit refresh and forget. Bár mindössze két szezon töltött a Ferencváros női kézilabda csapatában, Mária Jovanovics hamar a keret meghatározó tagjává nőtte ki magát. A klub csapataival is sikert sikerre halmozó, Európa-bajnok és olimpiai ezüstérmes montenegrói átlövő a pályán, és azon kívül is fontos szerepet töltött be a csapat mindennapjaiban. Vác elleni keserű véget ért utolsó bajnoki előtt hivatalosan is bejelentették, amire kézi berkekben számítani lehetett. Jovanovics utoljára lép parketre pályafutása során. Maki másnap pedig elköszönt második otthonától, az Elek Gyula arénától is. Well, for the moment I still have a lot of emotions and kavarognak bennem az érzések. Tudtam már szezon közben is, hogy eljön ez a nap, mégis nagyon furcsa és megható, hiszen még soha nem éreztem hasonlót. Nem fogok visszajönni, a pályán már nem találkozom többi a lányokkal. Nem mondom, hogy nem vagyok szomorú, de egyértelmű döntés volt, túl kellett lenni rajta. Másrészt koncentrálhatok az új életemre és olyan dolgokra, amikre az elmúlt években nem volt időm. Szóval biztos, hogy boldog leszek, de nagyon fog hiányozni a kézilabda. A meghatottság meglátszott már ilyen. Furcsa volt így látni a mindig vidám Móka mestert. Volt már néhány klubváltásom, de ez egészen más. Nagyon szerettem ezt a csapatot, a lányokat és mindenkit, aki velünk dolgozott. Csodás két év volt, és ha eszembe jut a búcsú, még nagyon fáj. De biztos vagyok benne, hogy találkozunk még. Ha Montenegróban lesz meccsünk, ott leszek, de ide is gyakran ellátogatok majd. Természetesen játékosunk sem ilyen szomorú búcsúra számított, ám mégis teljesnek érzi népligeti időszakát. Tudom, kicsit fennköltnek hangzik, de a fontos dolgokat magammal viszem a lelkemben. Az érzelmek, a boldogság, a szeretet, amit itt kaptam, nem múlik el. Szerencsés vagyok, hogy a hosszú pályafutásom végén még részese lehettem ennek, ennél a fantasztikus klubnál. Az együtt megélt pillanatok, a meccsek hangulata nagyon különleges. Erre fogok emlékezni, bár nem sikerült győzelemmel búcsúznom. Mindenkinek azt kívánom, hogy egyszer ilyen körülmények között játszhasson. Tudom, sokan csak a győzelmekre és a trófákra emlékeznek, de az a szeretet, ami a meccs után elárasztott minket, nos, azt hiszem, ezért érdemes sportolni. Ezért persze szomorú is, hogy nem tudtuk a szurkolóknak és a klubnak megadni, amire vágytak, és nem lettünk bajnokok. Megérdemelték volna. De hiszek benne, hogy ez a nap csak erősebbé tette az egész közösséget. Should I hang my head low, should I bite my tongue, or should I march with every stranger from Twitter to get shit done? Used to hang my head. If this is the reason why it happens now, I believe. Remélem ez is az út része, és hozzájárul ahhoz, hogy a csapat a jövőben még a mostaninál is magasabb szinten játszon, és megtegye a most még hiányzó lépést. A sok fiatal játékosnak is egész életre szóló tanulságos élmény volt ez, de minden játékos tanulhatott belőle, és erősebbé vált. That makes you only stronger. Ilyen friss élmények után még nehéz erről beszélni, de kíváncsiak voltunk rá, mik Mária tervei a közeljövőben. Először is pihenek kicsit, de lesz néhány tennivalóm, például befejezem az egyetemet. Utána szeretnék a turizmussal foglalkozni, hogy minél több embernek megmutathassam a gyönyörű országunkat. Lehet, hogy néhány év múlva majd a kézilabdában fogok dolgozni, de játékosként már nem térek vissza a pályára.
handball, but not as a player anymore for sure. Mi pedig búcsúzóul mi mást kívánhatnánk, mint legalább olyan boldog és sikeres életet, mint amilyen a pályafutása volt. Manó Miltiádész 90 éve tervezte labdarúgó csapatunk ikonikus jelvényét, a Fradisas tábrázoló képet. Látogass el június 23-án a Múzeumok éjszakáján a Fradi Múzeumba, ahol változatos programokkal és különleges Fradisas relikviákkal készülünk. Vedd meg most karszalagodat!